A csúszásmentesítésnél és a hóeltakarításnál is fontos a megelőzés. Éppen ezért a Saxum Kft. A kezelésében lévő utakat, járdákat már január 13-án vasárnap elősózta. Vasárnap 2-3 cm, hétfőre pedig már 15 cm hóborította a várost. Sok helyen alakult ki hóátfúvás. Közutak hóeltakarítására 7 nagy teljesítményű munkagépet, tehát hóekét vettünk igényben. Ehhez hozzájön még a sózógépek, ez 4 darab. Vannak kis nyomtávú hóeltakarító gépeink és sózógépeink. Ezek a járdákat és a parkolókat sózzák, ebből van 8 darab. Fizikai létszám pedig 65, ebben benne vannak azok a hőmunkások, akik a járdákat takarítják és sózzák is a járdákat, valamint a közintézményeket előtti hóeltakarításokat végzik. Az elősózás 13-án 10-től 16 óráig tartott, 14-én hétfőn reggel 5-kor indították el a hóeltakarítást és csúszásmentesítést. Ez 17 óráig folyamatos volt. Sóból 25 tonna, szilárd kálciumkloridból 10 tonna, folyékonyból pedig 2 köbméter fogyott. Nézzük folyamatosan mi is az erőrejelzéseket. Csütörtök, péntek, szombatra van nagyobb havazást és hideget. Természetesen felkészültünk ugyanezekkel a só rendeltünk újra kalciumkloridot és útszórósót, valamint ugye a fizikai létszám és a gépkezelőknek folyamatos váltásokkal a beosztásokat már előre felkészítettük őket, hogy kiknek kell ebben az időszakban bejönni, legyen pihenőidejük, tudjunk váltani gépeken is, és akik kint vannak a járdákat takarítani, fizikai létszámot. A Mártirok út, az Ingmándi út és a Szőnyi Kossuth utca fenntartása a Magyar Közút Kisbéri üzemmérnökségéhez tartozik. A gépkezelő az ugyanannyi volt, amennyi a gépünk, tehát azt elmondhatom, hogy a Kisbéri üzemmérnökségünkön 6 kombinált géppel dolgoztunk folyamatosan, vasárnap délutántól hétfő délutánig, és ezek a gépeink kombinált gépek, tehát sószóróval és hóekével vannak felszerelve. Ha megyei adatokat is mondhatok, akkor a megyében összesen 16 géppel végeztünk síkosságmentesítési feladatokat, illetve ugye 3 rakodógép is hozzáadódik, amivel rakodjuk a sót, illetve az ügyeletes kollégák. A munkálatok itt is elősózással kezdődtek, a síkosságmentesítés 14-e hétfő délutánig tartott. Jellemzően most ebben az időszakban mi csak sóval végeztünk síkosságmentesítést, mert a sónak a legalacsonyabb hőmérséklete, ami még 6, az a mínusz 8 fok. Tehát most mi bőven fölötte voltunk, akkor szoktunk kálciumklorid oldatot alkalmazni, hogyha ennél hidegebb van. És a kálciumklorid oldattal vegyítve a nedvesített sószórás az sokkal hatékonyabb és hamarabb megkezdődik a kémiai reakció. A kisbéri üzemmérnökségen 195 tonna sót használtak fel, az egész megyében pedig 479 tonna sót szórtak ki 15-e kedd reggelig, mondta Balabás Tihamér. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság honlapján található információk szerint január 15-e reggelig a megyében nem volt sérüléssel járó közlekedési baleset, azonban 7 anyagi kárral járó balesetnél kellett intézkedniük a rendőröknek.